a területi autonómiáért folytatott harc az egyik olyan kulcsmomentum a következő időszaknak, amelyet képviselni fogunk és amelyet küzdeni fogunk, hiszen a demográfiai mutatók, amelyek megmutatkoztak a legutóbbi népszámlálás alkalmával is, arra kell, hogy serkentsenek minket, hogy a nyugati példákat átvéve mi is alkalmazzuk, illetve kiharcoljuk a területi autonómiát. Ebben várjuk a délvidéki magyar pártok és szervezetek támogatását, ugyanakkor, hiszen a székelyföldi autonómia terve már Budapesten sem tabu téma, azt gondolom, hogy akkor a délvidéken, az észak-vajdasági régióban kialakítható magyar autonóm körzet, amelyért tulajdonképpen minden itteni magyar párt valamilyen szinten már harcol. Ezt kell megvalósítanunk. Továbbá én azt gondolom, hogy Magyarországra azt üzenjük, hogy ne legyen kettős mérce, kettős elbírálás, és amikor a határon túli témákról van szó, nemzetpolitikai kérdésekben ne legyenek kivételezett szervezetek, mindenki véleménye egyaránt fontos, és azt gondolom, hogy a Nemzeti Együttműködés kormánya, mint olyan, nem lehet kizárólagos.